országgyűlés, miközben például a madarak és a fák napja alkalmából már volt hivatalos napirendben is feltüntetett megemlékezés az országgyűlésnek ebben a ciklusában is, addig Trianonról nem volt semmi. És most nekem kell pótolni a pozsonyi csata mai évfordulóján is a hivatalos megemlékezést az aktuálpolitikai következtetések levonásával. A magyarság egyik legnagyobb diadalára, a nemzetmentő pozsonyi csatára és a világon a legtöbb szentet adó dinasztia megalapítójára emlékezik ma nemzetünk. Árpád nagyfejedelmünk 907. július 7-én adta vissza lelkét, győztes csata megvívása közben érte a halált. Népünkre 12 évvel a honfoglalás után nyugatról tört rá az ellenség. A német-római hordák Lajos király parancsára a magyarok kiirtásának, vagy legalábbis visszaszorításának céljával özönlöttek földünkre a Dunánál. Ámos fia, Árpád kemény katonai nevelést kapott. Serdülő korában már ismerte a turáni magyar harcászat támadó védekező rendszerét, 20 éves korától vezetett hadjáratokat. A nyék törzsfeje lesz, majd 892-ben apjától átveszi a család ősi törzsének, a megyér törzsnek a vezetését. Ő lép diplomáciai kapcsolatokra Bölcs-Leó bizánci császárral, majd annak követei 894-ben tőle kérik a magyarok szövetségét a bolgárok ellen. Árpád beleegyezik és nyomban elrendeli a hon visszafoglaláshoz szükséges katonai és törzsek közötti intézkedések végrehajtását. Ekkor bizonyítja be Árpád államférfiúi rátermettségét, katonai képzettségét összes ismert kortársa felett. 895 tavaszán indultak meg a törzsek az 1200-1800 kilométeres útra, és ugyanezen év őszén foglalták el helyüket a Kárpát-medencében. Így nagy területre kiterjedő és egy vezérlő fejedelem akaratának engedelmeskedő hadműveletnek újabb példája csak Napóleon idejében ismétlődik meg. Árpádhoz hasonló hadvezér 7 évszázadon keresztül nem található Európában. A magyar állam, illetve ekkor még királyság megalakulását, megerősödését a nyugati országok vezetői gyűlölködve nézték. Luitpold bajor őrgróf szövetségeseivel 907 májusában indult Magyarország ellen. A túlerőben lévő ellenséges sereget júliusban teljesen tönkreverte a magyar csapat lovasi jászaival Árpád vezér, aki a pozsonyi ütközetben súlyosan megsebesült, és július 7-én 67 éves korában visszaadta lelkét Istennek. 4 daliás fiát áldozta föl a hon visszaszerzés és megtartás érdekében, Leventét a bolgárháborúban, Tarhost, Üllőt és Jutast a pozsonyi csatában. Tisztelt Országgyűlés, mi magyarok egy győztes ütközetre emlékezhetünk most. Az európai népek között kevés az, amelyik 1100-nál is nagyobb évfordulót ünnepelhetne, hogyha lenne itt állami megemlékezés. De a dicsőséges pozsonyi csatát a leglátványosabban csata jelenetek bemutatásával Budaházi György és az által alapított Hun Szövetség elevenítette föl éveken keresztül, míg őt le nem tartóztatták. 2010-ben szintén napirenden kívüli felszólalásomban emlékeztem meg itt a pozsonyi csatáról és Budaházi György ezzel kapcsolatos érdemeiről, aki akkor szintén előzetes letartóztatásban volt, ma pedig szégyenszemre ismét fegyházban van. Nem is csoda, hogy ma is a szolidaritásként polgári engedetlenséggel lezárták a civilek az Erzsébet hidat. És szintén civilek szerveztek tegnap hagyományőrző megemlékezést a pozsonyi csata évfordulójának előnapján. Csengődi Csaba, Herceg Ferenc, Kubinyi Tamás és Nyers Csaba érdemel országgyűlési elismerést is a sok éve tartó megemlékezések, hagyományőrző rendezvények nyomán. Legfontosabb követelésük, hogy a pozsonyi csata legyen tananyag az iskolákban. Az iskolákban ugyanis nem igazán tanítják a magyarság egyik legnagyobb diadalát, a pozsonyi csata történelmét. Helyette nyomják a fejekbe a vereségkultuszt. Trianonból is csináltak egy gagyi örömünnepet, talán most a Mohács is hasonló lesz, hiszen még az 500 éves mohácsi csata kapcsán is miniszteri biztost neveztek ki. Persze talán csak országgyűlési fizetés kiegészítésnek tekintik, hiszen a feladatot Hargitai János KDNP-s képviselő láthatja el jó pénzért. Már most pedig az 500. évforduló 4 év múlva lesz esedékes, ő pedig már tavaly is ezzel foglalkozott. Helyette nyomják tehát ezt a vereség kultuszt, ahelyett, hogy megemlékeznének a dicsőséges pozsonyi csatáról, a magyarság egyik legnagyobb diadaláról, melyről normális esetben már készült volna egy kiváló játék, vagy akár akciófilm, addig is, amíg ez elkészül, dicsőség a hősöknek.